ilyen időszakban a párásodás, penészedés esélye sokkal nagyobb, hiszen mind-mind olyan külső idejes, hogy tényezők vannak, és az is, hogy nem nyitjuk rendszeresen az ablakot, vagy kevés alkalommal, mind-mind páralecsapódásokat, penészedéseket okozhat, pláne egy olyan környezetben, mint a nyílászárók, ahol rendre hőhidak alakulhatnak ki, ha mondjuk nincs meg a külső oldali beforduló hőszigetelés, a párazáró fóliák, EPDM szalagok hiányoznak a hajlatokból, a tömítések, zárások hiányoznak az ablak környezetéből, mind-mind olyan hőhit hatást, hőhit problémát és lecsapódásokat eredményeznek, amik aztán penészedéshez vezetnek, és nem csak egészségkárosító mindez, hanem a szerkezeteinket is teszi tönkre, a sok lecsapódás, fagyás, nedvesedés, korhadást okoz, egyéb problémákat okoz, tehát figyeljünk oda, hogy ilyenkor téli időszakban, vagy nedvesebb időszakban mindenképpen komolyabban kell foglalkozni a párával, mint tényezővel, ez érdemes esetleg meghallgatni, megnézni a korábbi videómat, ami a penész vadászatról, mint olyanról szól, és mind-mind olyan helyet fel lehet leállni a saját lakásunkba, ahol a penész könnyedébben, könnyebben előfordul.